Kisgyerekként nagyon virgonc és hiperaktív voltam. Egyszerűen képtelen voltam megülni egy helyben. Csak mentem előre, és csináltam a dolgaimat úgy, ahogy azt éppen szerettem volna. Mindemellett imádtam emberekkel beszélgetni, szerepelni és a figyelem középpontjában lenni. Azonban teljesen érthetően sokak számára nehezen kezelhető lehettem. Volt is egy német tanárom általános iskolában, 10-11 éves korom körül, aki gónyosan kivesészte bármit csináltam, és felnagyította minden hibámat. Bármennyire is volt rengeteg, türelmes és szeretetteljes tanárom, ezek után teljesen visszaúzottam és magamba fordultam. A szerepléstől elment a kedvem, lámpalázas lettem, és elkezdtem félni attól, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Mint a sejthetitek, az introvertáltá válásom együtt tart azzal, hogy igen nehéz volt barátokat szereznem. Egészen 11. osztályig, 16 éves koromig tartott az, hogy képtelen voltam új emberekkel ismerkedni. A nagy változást az jelentette, amikor a fazekas golyatáborában, mintha kikerültem volna a szokásos introvertáltságomból, és lazán beszélgettem az emberekkel. Ennek következtében, utána minden évben megpróbáltam csoportvezetőnek jelentkezni, de mivel az első két évben nem ismertem meg sok mindenkit, ezért sajnos nem sikerült bekerülnem. Viszont emiatt elhatároztam, hogy szeretnék tartozni valahova, szeretnék bekerülni a fazekas közösségébe, azok közé, akik nyitottak, közvetlenek és lazán el tudnak beszélgetni bárkivel. Annyira erős volt bennem a vágy, Annyira szerettem volna újra extrovertált lenni, hogy a döntéseim által a komfortzónámon kívülre kerültem, és fokozatosan haladtam a célom felé. Szóval én így indultam el azon az úton, hogy legyőzzem ezt a félelmemet. Csak az kellett hozzá, hogy a problémám megoldását célként kitűzzem, és elinduljak felé. De mégis, honnan jön nekem ez a mentalitás, ez a gondolkodásmód? Bizony külső segítség kellett hozzá, egy beindító forrás, amiből azt a nitetet tudtam meríteni. Azzá válsz, amire a legtöbbet gondolsz. Ezzel az idézettel akkor találkoztam először, amikor édesapám a kezembe nyomta Earl Nightingale, a legfurcsább titok című művét. A könyv fókuszában ez a mondat állt, és annyira megtetszett, hogy elhatároztam. Igen, is követni fogom. Szintén édesapámtól kaptam egy kis fatáblát, amit jól látható helyre ki is raktam a szobámba, hogy aztán rengeteg olvasva emlékeztessem magam a mondani valójára. Számomra ez azt jelenti, hogy ha van egy álmunk vagy egy célunk, amit szeretnénk elérni, akkor ha sokat gondolunk rá és teszünk érte, Azzá fogunk válni. Így a velünk szembevő helyzeteknél, a célunk tudatában azt mérlegelve és figyelembe véve fogunk dönteni. Nekem ez a gondolkodásmód már rengeteg alkalommal bevált, és számos példával is alá tudom támasztani. Az egyik történet, hogy 7 10 tizedikig gimnázium alatt egyszer sem voltam színjeles. Bármennyire is tanultam, motivált voltam. Imádtam az iskolát és a tanáraimat. Sosem sikerült az éve, mert csak ötösökkel zárnom. Mindig becsúszott egy két négyes. Azonban 11 más lett a helyzet, ugyanis elhatároztam, hogy évvégén kitűnő akarok lenni. Előálltam azzal az ötlettel, hogy a bizonyítványom két üres oldalát lefénymásoltam, Kinyomtattam, és kitöltöttem úgy, hogy az csak ötösökkel volt alá. Majd ezt félbehajtottam, és eltettem biztos helyre a könyveim közé. Az év további részében nem vettem elő sokszor, de annál többet jutott eszembe. És minden egyes alkalommal csak megerősítettem magamban, hogy igenis ezt akarom, és egyre lelkesebben tanultam. És év végén Akár hiszitek, akár nem, de kitűnő lettem. Mert kitűztem egy célt, kerestem egy módot arra, hogy vizualizáljam, aztán odatettem magam, és kitartóan mentem előre. És egyszer csak célba értem. De hogyan is kezdtem a gimnázium éveimet? Kinencedik előtt költöztünk fel Budapestre, amivel ugyan mindent, amit addig ismertem, magam mögött hagytam. Mégis valahogy örültem a változásnak. Ugyanis azelőtt egyszerűen nem éreztem jól magam a bőrömben, mert mindig próbáltam másra hasonlítani. Emiatt is reménykedtem abban, hogy a fazekasban lehetőségem lesz újra kezdeni. Habár eleinte nem ismertem meg sok mindenkit, és nem sikerült szoros barátságokat kialakítanom, a négy év alatt jobban megismertem magam, és megtaláltam az értékeimet, amiket szeretek magamban, és ami miatt végül jobban, ismert, jobban éreztem magam a bőrömben. Önmagam megismerésének köszönhetően egy hatalmas személyiségfejlődésen mentem keresztül, szoros barátságokra tettem szert, és közelebb kerültem a biológiához is. Ugyanakkor, ahogy sokan mások, én is online csináltam végig az érettségire való felkészülést. Amikor 2020 márciusában kiderült, hogy bezárnak a gimnáziumok, eleinte kétségbe voltam esve, hogy hogy fogok így leérettségizni és elbúcsúzni szeretett gimimtől. De aztán próbáltam a pozitív oldalát nézni, ugyanis lehetőségem volt a magam tempójában saját időbeosztással és motivációval felkészülni. Ennek köszönhetően három hónapon keresztül Tanultam és futottam minden egyes nap, aminek végeredményeként kitűnő érettségiztem le. És úgy érzem, hogy mindenre szükségem volt ahhoz, hogy aztán bekerüljek a University College London biológia szakára, a világ nyolcadik legjobb egyetemére, amivel egy álmom vált valóra. Viszont bármennyire tudtuk előre, hogy az egész első év online lesz, Eleinte elszomorított a tudat, hogy sem a tanáraimmal, sem a diáktársaimmal nem lesz lehetőségem találkozni. Illetve féltem attól, hogy így tanulni vagy barátokat szerezni sem fogok tudni. De aztán elhatároztam, hogy az első egyetemi évemből megpróbálom a legtöbbet kihozni, így a pontos időbeosztásnak és folyamatos készülésnek köszönhetően sikerült kitűnő bizonyítványjal zárnom. Emellett, bármennyire töltöttem sok időt a tanulással, fontosnak éreztem azt is, hogy az online világ adta lehetőségekben kipróbáljam magam, így olyan dolgokat tudtam csinálni, amiket egyébként nem tettem volna. Kőkapcsolati képviselő lettem a UCL Magyar society ahol az a feladatom, hogy támogatókat és partnereket találjak a közösségnek. Emellett a szakamon is képviseltem a diákokat, az igényeiket és kéréseiket továbbítottam a tantestületnek, akikkel együtt dolgozva próbáltam a legtöbbet kihozni az online oktatásból. Az év során nagy követelettem még a Future Hungary-nek, ahol minél több UCLS diákhoz igyekeztem eljutatni az FH konferencia hírét, ami egyedi lehetőségeket nyújt a diákok számára. Továbbá nagy még a Nők a Tudományban Egyesületnek is, mivel fontosnak tartom, hogy a nők is ugyanúgy érvényesüljenek a tudományokban, a kutatásban és a munkaerőpiacon. Csatlakoztam még a Brémbán nagyköveteihez is, akikkel együtt egy fantasztikus fesztivál lebonyolításában segíthettem. De én itt még nem álltam meg, ugyanis londoni parkokat tisztítottam önkéntesként, illetve elvégeztem egy online genetika és evolúció kurzust is a Gyúk Egyetemem. Emellett elhatároztam, hogy igenis találok magamnak nyári szakmai gyakorlatot, mert szerettem volna tapasztalatot gyűjteni és új készségeket szerezni. Ennek köszönhetően egész évben több mint száz cégnek és kutatólabornak küldtem e-mailt, és a végén már annyi lehetőség közül tudtam válogatni, hogy sajnos többet is vissza kellett mondanom. De végtére is eljutottam oda, ahova szerettem volna, ugyanis nyáron az MTA genomstabilitás csoportjában végeztem szakmai gyakorlatot. Vagyis a rengeteg belefektetett időnek, energiának, lelkesedésnek és elkötelezettségnek igenis meglett a gyümölcse mostani álmaim egyike, hogy szeretnék bekerülni a Forbes 30 sikeres magyar 30 alatt listájába azzal, hogy valami nagyot alkotok, és olyan kutatásnak a része lehetek, ami segíthet másoknak. A genetika iránti rajongásom egyre csak nő, és most még csak másodéves vagyok, de nagyon kíváncsian várom azt, hogy a jövőben mi fog ebből kibontakozni. Egy másik nagy álmom az volt, hogy egy szuper tedelőadást összehozzak, és hát remélem, hogy ez sikerült is. Sosem gondoltam volna, hogy 19 évesen itt fogok állni előttetek, mert nem hittem abban, hogy a lámpalázammal képes lehetek rá. Azonban miután elkezdtem hinni magamban, és beletettem apait, anyait, végül sikerült elérnem. Azt gondolom, hogy bárkiből bármi lehet, csak ki kell tűzni apró célokat, és azokon végig menni lépcsőről lépcsőre. A lényeg, hogy higgyetek magatokban és abban, hogy igenis képesek vagytok rá.